Ha most biciklivel érkeztem volna, akkor például itt a zeneiskola előtt parkolhatnám le a kerékpáromat. Ezek már részei annak az 1000 új biciklitárolónak, amik 2021-ig lesznek kiépítve a városban. A most induló kerékpártároló építési program korábbi egyeztetések eredménye. Ezen megbeszélések során az érdekvédő szervezetek azt kezdeményezték, hogy az 1000 új autós parkoló mellé ugyanennyi biciklitároló is létesüljön. A civilek javaslatot tettek arra is, hogy hol legyenek a támaszok, ennek alapján pedig a polgármesteri hivatal szakemberei döntenek a helyszínekről és az építés ütemezéséről. A város a mindenkori éves költségvetéséből finanszírozza a 2021-ig tartó kerékpárparkoló építési programot. 7-10 millió forintba kerül annak a 250 új kerékpártámasznak a kialakítása, ami még idén elkezdődik, sőt az első támaszok már el is készültek. A Városház téren a zeneiskola előtt, a Megyeház utcában, a polgármesteri hivatal épülete mellett, illetve a buszpálya udvar északi szegletében. További bicikliseket érintő fejlesztések is várhatóak a jövőben, vélhetően még idén elindul a tervezése egy fedett tároló kialakításának. Ez a belváros mellett az Ybl Miklós utca és a Mátyás Király körút sarkán lévő önkormányzati ingatlanon épülhet majd fel. A beruházás jelentősen megkönnyíteni a belváros gyalogos zónáiba, vagy az icsiligeti rendezvényekre érkező biciklisek közlekedését, valamint járműveik biztonságos és kulturált tárolását.